A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény konyháján naponta több mint 250 főre főznek. Ebből 102-en bölcsödések, de a dolgozóknak és az átmeneti otthonban lakó időseknek is innen szállítják az ételt. A témával kapcsolatos sajtótájékoztatón Farkas Éva Erzsébet polgármester kiemelte, az összesen 53 millió forintos beruházás 75%-ban belügyminisztériumi forrásból, 25%-ban pedig önerőből valósulhat meg, az önkormányzat 13,2 millió forinttal járul hozzá a fejlesztéshez. Mint mondta, a modernizáció igen széles körű lesz. Az étkeztetés teljes körű fejlesztése és ennek helyszínei, helyiségei fognak teljes mértékben megújulni. Mind a padló, mind a fal felületeknek a teljes körű burkolására kerül sor, az új szabályoknak, illetve engedélyeztetéseknek megfelelő eszközigény, konyhai eszközfejlesztés fog megvalósulni a beruházásból, és természetesen mind a szennyvíz, mind a vízvezetékek cseréjére sor kerül. Az említett új eszközökre igen nagy szüksége van az intézménynek, ugyanis azok technológiájukban és kapacitásukban sem felelnek meg a modern kor elvárásainak. Baranyi Sarolta, a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény élelmezés vezetője stábunknak megemlített néhány elemet, amelyek nagyban megkönnyítik majd a mindennapos munkát. Az egyetemes robotgépnél egy rostlazító például, ha ki kell kloffolni 300 rántott húst, azt mondjuk a rostlazítóval lehet, hogy egy fél órával hamarabb végeznek a kollégáink, illetve az üstjeink elég régiek, tehát elég régen történt a cseréjük, amennyiben megoldható, tehát a folyamatos főzésnek az egyszerűsítése, a gyorsasága, az új sütők 10-12 tálcásak, abban egyszerre sül minden, tehát nem kell rá várni, hanem be van tolva 12 tálca, és egyben mondjuk egy fél órán belül ki lehet belőle venni az ételt, a készételt. Könnyíteni fogja a munkánkat, illetve a felújítás, meg az új gépek mindenképpen az életünket könnyíti meg, és a napi munkánkat. A sajtótájékoztatón Tótné Balázs Andrea, a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője elmondta, a közelmúltban számos sikeres pályázatot nyújtottak már be Makóváros önkormányzatával közösen, így több helyszínen vihettek végbe fejlesztéseket. 26 millió forintból megújulhatott az időskorúak átmeneti gondozóháza, teljes felújításon esett át. A tavaly évben 18 millió forintot sikerült költeni itt a Calvin téri bölcsödének és az étkeztetésnek a villamos energia cseréjére, tehát egy teljes villamos hálózat cserét valósítottunk meg. Jelenleg ugyanebben az épületben mozgáskorlátozott WC kerül mosdó kialakításra a szülők számára, akiknek erre szükségük van. A kivitelezési munkálatokat 2019 áprilisában tudják megkezdeni, és 2019. december 31-ére várják a projekt zárását. A jövőben egy gyakran felmerülő lakossági igény is teljesítésre kerül, egy másik pályázat keretein belül 10 férőhelyjel bővítik majd a Calvin téri bölcsödét.